Heves megyében több mint 2100 hektárnyi termőterületet borít belvíz, de az átnedvesedett, károsodott területek nagysága a 20 000 hektárt is meghaladhatja. Már ősszel is gondot okozott a csapadék, maradtak a megyében olyan területek, ahol az őszi napraforgó és kukoricatermést nem tudták betakarítani, vagy későn végezték el a munkálatokat. A belvíz főleg a megye déli és nyugati részein okoz problémát. Amellett, hogy ahol vetéseken áll a víz, ott már most prognosztizálható egy jelentős terméskiesés, ugyanakkor ez a gond, ez egy elhúzódó probléma, hiszen itt már várható, hogy a tavaszi munkákat, úgy mint a vetési, növényápolási, tápanyagutánpótlási munkákat időben nem fogják tudni megkezdeni az érintett területen a gazdálkodóink. A tavalyi év a szélsőségek éve volt, a jó, közepes terméseredményeket nyomott áron tudták értékesíteni a gazdálkodók, értékelt az Agrárkamara igazgatója. Hevesben jelentős volt a rágcsálók okozta kár, volt, ahol a termés negyedét ették meg a pockok. 2014 év kapcsán érdemes megjegyezni, hogy megyénkben is egy rendkívüli mértékű rágcsáló invázióval szembesültek a termelők. Ez növényféleségenként, térségenként eltérő mértékben, de akár 20-25%-os terméskiesést is eredményezett. Ősszel a vetés elhúzódott a csapadékos idő miatt, ami az idei káposztarepce és az őszi árpa, őszi búza termésen már biztosan meg fog látszani. Ha marad az enyhe tél, gombabetegségek, rovarok, rágcsálók is kárt tesznek majd az idei termésben.